Sziasztok, ez a Belemenés, a Handball Expert kézilabda oldal podcastje. Én Szalóki Boldizsár vagyok, és ma Pál Tomival és Víg Martinnal a bajnokok, férfi bajnokok ligája, illetve Európa Liga küzdelmeiről fogunk beszélgetni. Kezdjük is keddel, ahol az Európa Liga negyeddöntőinek visszavágóit rendezték meg. A négyes döntőbe végül a Füchse Berlin, a Rhein-Neckar Löwen, a Flensburg, illetve a Rosta Miklóssal felálló Dinamo Bukarest jutott be. Rosta Miklós a visszavágón a tőle már szokásos három gólját meglőtte, és ezzel segítette hozzá csapatát a hamburgi Final Four-ba jutáshoz, ahol majd egyébként a Flensburggal fognak találkozni, a Löwen pedig a Berlinnel játszhat majd. Mindezt a május 25-i hétvégén rendezik. De akkor ugorjunk is a fő témánkra, a bajnokok ligájára. Itt most egy kicsit el fogunk térni az időrendi sorrendtől, mint ahogy szoktunk. Kezdeném inkább a Barcelona Paris Saint-Germain mérkőzéssel, ahol ugye az első mérkőzésen nagyon simán nyert a Barca Párizsban, és tulajdonképpen a második mérkőzésen sem volt kérdés, sem a továbbjutás egyáltalán nem volt kérdés, de maga a mérkőzés kimenetele sem forgott igazán veszélyben. A Barca 32-31-re nyert végül. Ugye azt itt fontos kiemelni, hogy Barcelonában nagyon nagy ünnepséget, kvázi ünnepséget rendeztek, ugyanis Nikola Karabatisnak ez volt az utolsó bajnokok ligája mérkőzése. És akkor szerintem menjünk bele egy kicsit jobban a másik két meccsbe, mielőtt rátérnénk a Veszprém-Aalborg találkozóra is az azzal járó következményekre. Kezdjük a Magdeburg Kielcével kedd estéről, ami egy hatalmas küzdelmet hozott, és végül ugye büntetőkkel a Magdeburg jutott tovább, és jutott be a négyes döntőbe. Itt nagyon sokan ugye az utolsó pillanatokban lévő Dani Dusebaev paszt emelik ki, hogy elvették a Kielcétől a lehetőséget, hogy a Final Four-ba jussanak. Szerintem egyáltalán nem nincs igazuk azoknak, akik ezt mondják. A Kielcei klubvezetés egyébként óvást nyújtott be az EHF-hez, amit hát valószínűleg az EHF el fog utasítani, de ezt majd a jövő hét elején fogjuk megtudni. A kérdésem az, hogy szerinted, hogy ti hogy láttátok ezt az utolsó pillanatos szituációt, illetve nagyon sokan mondják, hogy az egész játékvezetés azon a mérkőzésen eléggé szétcsúszott és elcsúszott. Hát én inkább utóbbival kezdenék, én azt írtam fel magamnak, hogy az az utolsó szituáció, azt szerintem végül is egy helyes döntést eredményezett, én egyébként az élőképpen is úgy láttam, és utána a visszajátszások is ebben valamennyire megerősítettek, hogy még az ítélet is időben született, de ami ennél fontosabb, hogy egyrészt a fal tény egyértelmű volt, másrészt meg ami szerintem itt sokkal fontosabb, hogy ketten belül álltak, belülről jöttek ki, tehát hogy a játékot mindenféleképpen meg kellett volna állítani, úgyhogy én azt gondolom, hogy helyes döntést hoztak a bírók. Ami miatt viszont érhető őket kritika, az egyértelműen az volt, hogy elég következetlen volt az egész meccsnek a játékvezetés. Ugye Magdeburgról tudjuk, hogy főleg egy-egy elleni szituációból jók, és ebből sok hetest szereznek, és hát ezeknek a heteseknek a megítélése az nagyon furcsa volt az egész mérkőzésen. Voltak olyanok, amikor az ember azt éreztette, hogy 17 méteresek maradnak el sorban, aztán pont a végjátékban egyébként, ha jól emlékszem, Clark kapott egy olyan hetest, ami azért fontos volt, és ott meg azt érezte az ember, hogy hát ha az előzőek nem voltak azok, akkor ez pláne nem az, mert itt nem is tudta igazából megverni az emberét. Úgyhogy ez okozza szerintem ezt az egészet, hogy azért bőven lehetett azt érezni, hogy a játékvezetők bizonytalanok, és éreztették azt a klubok, hogy itt van fogás. Egyébként összességében egy remek mérkőzés volt, még hogyha nem is minden szempontból a legszínvonalasabb, mert azért sok hiba volt mindkét csapatnál, de egy igazi ilyen playoff hangulatú találkozó volt, kemény védekezésekkel, jó kapus teljesítményekkel, úgyhogy önmagában egy remek kézzel élmény volt. A Kielcét meg hát akármennyire
szimpatizál vagy nem szimpatizál velük az ember, azért az elmúlt 3 évben, amikor velük a bajnokságban történt, az biztos, hogy azért összességében nehéz lehet megemészteni, úgyhogy ilyen szempontból nem váratlan az, hogy ők nem fogadják el olyan egyszerűen ezt a vereséget, de hát erre tényleg azt az orvos közhelyet lehet mondani, hogy ilyen a sport. Tomi, És még azért mielőtt tényleg szép, válaszolnál, szép. bocs, még mielőtt válaszolnál, egy érdekes statisztika. Visszanéztem a meccs utolsó 5 percét. Az utolsó 5 percből 3 perc 30 másodpercet volt a labda a Magdeburgnál, és mindössze másfelet Kielcénél, ugyanolyan támadás szem mellett, tehát 3-3 támadás mellett. Ugye ezt már kiemeltük az előző meccs alatt is, hogy az utolsó támadása ott ugye a Magdeburgnak 1 perc 5 másodperc volt a legvégén. Úgyhogy itt azért ebből a szempontból is a bírók felelősségét lehetne vizsgálni. Igen, én csak azt akartam mondani, hogy tényleg nagyon szép a sport. Van egy ilyen kis Ludas Matyi rész benne, ugye a Kielce a Veszprém ellen ugye 2016-ban kapott egy ilyet a sorstól. Nyilván ez maguknak köszönhető, tehát én nem azt mondom, hogy szerencséjük volt, csak hogy kaptak egy ilyet a sorstól, hogy ott mínusz 9-ről felhozták X-re, és aztán hetesekkel nyertek. És most tényleg, ahogy a Marti mondta, az elmúlt 3 évben meg ugye folyamatosan rájuk jár a lúd, hetesekkel kapnak ki, hetesekkel esnek ki, az Ági is húzza őket, voltak financiális problémáik, aztán utána feltámadtak, kiderült, hogy annyi pénz van, hogy nem tudják hova költeni, aztán most megint pénzügyi gondokról lehet hallani. Itt van az az Andy Wolf, aki szenzációsan védett egyébként ezen a meccsen is, meg a heteseket is fogdosta meg, és aztán ugye pletykálják, hogy ő már megállapodott a Magdeburggal, tehát hogy van egy ilyen icipicit ilyen szaponopera jellegű háttértörténet is ennek az olyan rangadónak, ami igazából ugye a tavalyi BL döntő is volt, ami szintén, bocsánat, de kicsit ilyen teátrális volt ugye ott azzal a sajnálatos halálesettel, tehát hogy az ő történetük az ilyen egészen ilyen regénybe illő valami, illetve ugye itt van Portner a magdeburgi oldalon, akinek ugye most úgy tűnik, hogy a második tesztje is sajnos pozitív eredmény jött, és akkor egy kiváló sportembert fog valószínűleg elveszíteni a kézilabda, mert hogy neki valószínűleg akkor olyan eltiltása következik, ami után nem valószínű, hogy vissza tud térni. Úgyhogy a Martin nagyjából elmondott mindent a mérkőzésről, nagyon kemény csata volt, iszonyatosan erős védekezéssel. A Magdeburg tényleg egyetlen egy fegyvere van, ez az egy-egy elleni küzdelem, és ebben oda mentek 4-szer, 5-szer, megfajtolták őket, de oda mentek 6-szorra is, és az már bejött, tehát hogy ez elképesztő. És az a Hernández, aki igazából ebből a második számú kapus szerepből elő tudott lépni egy igazi vezérré, hiszen már a Veszprém ellen is láthattuk itthon, hogy oroszlán részt vállalt abban, hogy a Magdeburg nyerni tudott ugye a Veszprém otthonában. Tehát azt gondolom, hogy bármelyik csapat jutott volna be, az nem lett volna érdemtelen. Pont ezért volt szép, hogy ilyen lett a kimenetele. Végül is ugye hetesek döntöttek, ami azt gondolom, hogy még akár azt is mondhatjuk, hogy igazságos. Ott pedig a jobb hetes lövők döntöttek. Ott is egészen kriminális, és ez tényleg egy utolsó mondat, hogy nagyjából ott nézték meg a versenybírók, hogy akkor hogy és mint és mit kell csinálni egy ilyen szituációban, az nekem egészen elképesztő volt, és amatőr, amit ott a végén csináltak, hogy akkor most ki következik, ki jön a sorba, hogy van a szabály szerint, tehát hogy ezt nem gondolom, hogy ezt akkor kell kitalálni. Úgyhogy gratulálunk a Magdeburgnak, meg a Barcelonának is természetesen, és örülünk ennek az élménynek, amit ez a mérkőzés adott. És akkor, ha már élmény, akkor a Kiel meccse óriási élmény lehetett valószínűleg a helyszínen még nagyobb, de a tévé előtt is, a tévé előtt ülve is azért a hangulat nagyon átjött a Hungarino arénából. Ugye 9 gólos hátrányból fordította meg a párharcot a Kiel, és jutott be a négyes döntőbe.
egészen elképesztő, hogy tulajdonképpen irányító nélkül hozták le ezt a meccset, illetve ezt a párharcot. Ugye Skip Agotu se az első meccsen, se a második meccsen nem játszott, ugye most a második meccsen a padon már ott ült. Mit gondoltok, hogy ezzel a felállással a négyes döntőben lehet esélye a Kielnek azzal, hogy nincs irányítója tulajdonképpen? Bár Én csak ugye tudjuk, hogy addig fölépülhet Skip Agotu. fel akarom menteni magam, mert amikor az előző adásban megkérdeztétek, hogy szerintem lehet esélye a Kielnek, én akkor kifejezetten azt mondtam, hogy szerintem nagyon-nagyon nehéz, de pont egy Kiel az, aki képes arra, hogy erről a különbségről is meg tudja fordítani ez a párharcot, és még azt is elmondtam, és ebben nem voltam, vagy hát nem tudom, hogy igazam volt-e, de hogy azt mondtam, hogy nincs benne a levegőben. Mert ugye egyszerűen annyira profin hozta le a Montpellier ott ezt a párharcnak az első felét, annyira profin csinálta, és annyira minden klappolt, hogy ebben, főleg így, ahogy te is mondod, irányító nélkül, nem láttam, hogy mit tudnak azon változtatni. Persze lehet egy jobb kapus teljesítmény, persze lehet, hogy a Per Johanssonnak is jobb lesz a jövő statisztikája, vagy valaki felzárkozik mellé, de akkor abban benne van mondjuk egy 4-5 gólos siker, de nem egy 10 gólos. És ez az, amit én egyáltalán nem láttam jönni, de bejött, és tényleg minden tiszteletem a Kielnek, mert ettől Kiel a Kiel, hogy őket soha nem lehet leírni semmilyen szinten, bárhogy is alakul a szezonjuk, bárhol is végeznek a Bundesligában, őket sosem lehet leírni. Hát abszolút nem lehet, és egyébként nagyon furcsa volt ez a mérkőzés olyan szempontból, hogy az embernek tényleg az volt az érzése az első másodperctől kezdve, hogy hiába van egyébként nagy előnye a Montpellier-nek, egyszer rossz megközelítést választottak ehhez a meccshez. Azt gondolom, hogy nem néztem meg előre a statisztikákat, de hogyha visszapörgetnénk az időben, hogy ilyen nagy előnyben játszó csapatok, mikor elkezdték az első másodperccel a kezdve ölni az időt, akkor abból mi sült ki? Hát szerintem nagyon kevés továbbítás lenne, mert egyszerűen a kézilabda alkatilag nem egy olyan sportág, amiben ezt meg tudod csinálni, hogy 60 percen keresztül te folyamatosan ölöd az időt. Nyilván meg lehet ezt csinálni alapjáraton, de azért nagyon lehetett azt érezni, hogy bőven benne van, hogy lesz egy olyan időszak, amikor eladogatja a labdát a Montpellier, amikor vannak védések, és akkor ebből fog tudni futni a Kiel, és 4-5 gólos előnyük nagyon hamar megvolt, és utána pedig a második fél az egészen érdekesen alakult. Tehát a Montpellier gyakorlatilag támadásban teljesen elfogyott. Ugye a Kielnél nagyon sokat beszéltünk arról ebben a szezonban, hogy azért kapusposzton gyengébbek, mint az igazán nagy csapatok jelenleg, vagy mint a korábbi igazán nagy Kiel garnitúrák, és ebben is azért lehetett némi fejlődést látni az a meccs, Mrukwa kifejezetten jól védett. Úgyhogy igen, azt gondolom, hogy a Kielnek ez egy iszonyú fontos eredmény volt, mert gyakorlatilag számunkra ez maradt a szezonból, ezt ki lehet jelenteni. Ugye a bajnokságban nem fogjuk odaérni a bélítulást érő helyekre, itt a BL-ben kell esetleg megmutatniuk. Szabadkártya szempontjából nem hiszem egyébként, hogy sokat fog számítani, de aztán ugye az EHF-nek vannak érdekes húzásai, úgyhogy ki tudja, hogy még ilyen szempontból bekavarhat ez. De hogy konkrétan Boldizsár kérdésére is válaszoljak, azt gondolom, hogy bőven lehet esélye a Kielnek. Tehát amiket láttunk már Kölnben, hogy a Várdár nem tudom, 7-8 játékossal nyerte meg a BL-t, a Hamburg körülbelül ennyivel nyerte meg a BL-t, a Flensburg szintén, tehát hogy azért bőven láttunk már ilyen csapatokat révbélni Kölnből, ugye ez egy nagyon sajátos dolog, két meccset kell játszani, iszonyat rövid időn belül. Meglátjuk, én azt gondolom, hogy egyébként ennek a szezonnak valahol a furcsaságát jól mutatnám, hogyha ki végül behúzná a BL-t, de hát nyilván azért itt vannak más mesztorik, amik íródhatnak majd ott Kölnből, meg azokról beszélünk majd még bőven. Amit még szerintem meg kell említeni, hogy a hét határon játékot nagyon jó ütemben kezdte el használni Filip Jihely, és egyébként jó ütemben is fejezte be, amikor már megvolt az az előnyük, hogy nem kellett sietni, nem kellett kockáztatni, akkor visszaálltak, és egyébként szerintem jó hozták le ezt a meccset.
És hát valóban, amit Tomi is említett, Johansson, ugye nem a Per, aki Nem a Per, hanem az Erik. a Vipers-szel fog majd játszani, hanem az Erik. Hát ugye sok itt a Johansson, Albertsen, Magnusson, ezek a skandinávok nem lehet rajtuk kiigazodni, szóval ő valóban kiemelkedően játszott ezen a Egyszon. meccsen. Valakinek a fia. Igen. Igen. Két dolog jutott eszembe. Egyrészt megakadt a fülem azon, hogy a Hamburgot is idehoztad, Martin. Ugye közös pont lenne a két csapatban, a Hamburgban, illetve a mostani Kielben Duvnyák. Úgyhogy az is egy érdekes sztori lenne. Illetve még ugye Tomi mondtad, hogy nem nagyon tudtad elképzelni, hogy mi az, amivel a Kiel fölé tud kerekedni a Montpellier-nek. Tulajdonképpen ez a Vincsek féle, vagyis Vincsek vezette megfélemlítő stratégia, ez az, ami szerintem itt azért eléggé nagyon sokat nyomott alatba. Igen, hát szerintem ezt azért el kell ismerni, hogy hát finoman fogalmazva, tehát a Kiel megkapta a kellő hátteret ahhoz, hogy ez a fordítás végbe menjen. Nem ezen múlt, félreértés ne essék, tehát nem arról van szó, hogy a Kiel itt az EHF boszorkány konyhájában kifőzték a Final Four-ba, de az tény, hogy kellett az, hogy azért az első, hát mondjuk negyed órában én legalább három piroslapot érő szabálytalanságot láttam, és ugye ebből egyet kapott meg Överby, Duvnyek és Fincsek megúszta, és hát az egész meccsen iszonyatosan kemény volt a kili védekezés, és itt tényleg arról kell beszélni, hogy nem egy-egy olyan ítélet volt, amit most nagyon lehetne vitatni, hogy ha azt másra fújják, akkor máshogy alakul, hanem összességében kellett az ehhez a mérkőzéshez, hogy ezt a fajta védekezést a játékvezetők bizonyos keretek között azért tolerálják, és ne kezdenek el folyamatosan kiállításokat osztogatni. Mindegy, ezt ennyivel érdemes letudni. Én azt gondolom, hogy ettől függetlenül a Montpellier hibáztathatja magát azért, hogy ezt nem sikerült megoldani. Egyrészt, amit mondtunk, az utolsó negyed órában gyakorlatilag nem tudtak érdemi helyzetet kialakítani. Másrészt pedig tényleg azt gondolom, hogy egyszerűen rosszul álltak ez a meccs, ez rossz taktikával küldte fel ugye a leköszönő Patrice Carrier a csapatot. Ha azt a játékot játszak, amit az első meccsen, akkor valószínűleg egyébként nem nyernek, mert azért a Kiel sokkal jobban játszott, de minden bizonyal meg tudták volna tartani az előnyöknek legalább egy részét. És akkor kitárgyaltuk a maradék három mérkőzést. Térjünk rá a Veszprém Aalborg elleni párharcára. Ugye a végeredmény 33-28 lett, és így 4 gólos összesítéssel jutott be az Aalborg a Final Four-ba. Ez azt jelenti, hogy Mikkel Hansennek még van esélye arra, hogy begyűjtse az egyetlen hiányzó trófeát tulajdonképpen a kis vitrinjébe. Nem állt össze a védekezés, és támadásban meg nem volt szerintem elég kreatív a Veszprém. Mit láttatok, Tomi, néhány szóban? Hát igen, nagyon biztatóan kezdte a mérkőzést a Veszprém. Ugye Kászlódóval kezdett, nem is Remélivel, ugye Mamilics elmondta a kezdő interjúban, vagy meccset interjúban, hogy Nedim Remeli ugye betegséggel küzd, Gáspár Márgucs meg ugye a sérüléssel, amit láttunk az első mérkőzésen is le kellett hozni, helyére ugye Kentin Máé került be a keretbe. Jól kezdték a mérkőzést, lendületesen kezdték, mindjárt sikerült elépni, azt hiszem talán 3 góllal, de ott megrázta magát az Aalborg, aki utána tulajdonképpen egy olyan menetbe kezdett bele, ami Pepitában nagyjából lemásolta az első meccsnek az első 40 percét, mondjuk, tegyük fel így. Tehát egyszerűen tényleg semmilyen szinten nem állt össze a védekezés, nem találták a távolságokat, a beállót nem tudták megelőzni, a kapusok 8 méterről kapták a lövéseket, valaki talán nem is tudom, hogy melyik médium írta le, hogy tehát ez a kapuspáros, ez jelenleg nem a top kapuspárosok közé tartozik, hanem tudnának egyébként egy erős átlagot hozni, de most ez sem volt meg egyébként, tehát hogy nem
nem hoztak egy nagyon erős 30% körüli védőhatékonyságot, tehát kapus segítség sem volt olyan minőségben, mint ami ehhez a párharcnak a megnyeréséhez kellett volna, és hát az a támadásban a teljes leolvadás, az erőlködések, a zabból kitűnően felkészült a két beállóból, Fabregasból és Peshmergaből, tulajdonképpen ugye a Remilinek a nagy fegyvere, amikor egyegyezni megy és abból keresi a beállót, az teljesen elhalt. Amikor megpróbáltak variálni és mondjuk Koszorotovot betenni, abszolút érthetetlen módon tovább folyt ez a taktika, hogy valaki rácsavarodik a labdára, és arra Koszorotov úgy tudott megérkezni 7,5-8 méteren, hogy is simán meg tudták fajtolni. Ilyen volt ez az igazi lövő előkészítő játék. Benne van nagyon erősen a pad, ugye ezt beszéltük, de erről majd mindjárt ki fogunk térni. Tehát sem támadásban, sem védekezésben nem voltak meg azok a formációk, amelyek át tudták volna lendíteni a Veszprémet, és lehet, hogy nem akarásnak hívom, mert szerintem a játékosok akartak, hiszen mindenki szeretne ott lenni a Final Four-ba, de hogy alapvetően az sem látszott, hogy igazán felszántanák a pályát, és ez nem tudom, hogy nem-e abból fakadt, hogy igazából nem volt ötletük, hogy mit kellene csinálni, tehát nem kapták meg azokat az itinereket, hogyha ezek nem jönnek be, tehát hogy ott vagyok játékosként a pályán, próbálkozom, és nem működik, és valaki nem mondja azt, hogy figyelj, ezt másképp kéne csinálni, mert valaki kintről jobban látja, akkor egy idő után elfogy az ötlet, és marad ez az erőlködés, és ez az izzadságszagú valami, ami jellemezte a Veszprém játékát ezen a két meccsen is, meg már korábban is egyébként többször, és most a padba azért nem megyek bele, mert szerintem azt ki fogjuk bontani később, úgyhogy előbb akkor meghallgatnám, hogy a Martin is hogyan látta ezen kívül. Bocs, Martin, csak annyi, hogy a küzdésre, illetve az, hogy nem akartak a játékosok, nem tudom, emlékeztek-e arra a szituációra, második félidő közepe vége felé, amikor Yahia oldalán gurult a labda, és ugrani kellett volna érte, és az Aalborg játékosa méteres hátrányból, több méteres hátrányból előbb ért oda a labdára, mint Yahia, aki komótosan próbálkozott lehajolni a labdáért. Ezzel én csak ezért nem értek egyet, az ilyen szituációk miatt nem értek egyet. Igen, hát ez abszolút így van, amit mondtál, de azt gondolom, hogy ez mindig ugye egy ilyen bonyolult dolog, hogy akkor most az élesség nincs meg, az akarat nincs meg, egyáltalán nincs olyan állapotban a csapat. Ugye érdekes volt most, ha már itt a Per Johansson az előbb szóba került, tök jó párhuzam, hogy a Sport TV a helyszínről közvetítette mindkét mérkőzést, és a Győr meccs előtt, meg utána, meg közben elmondták, hogy hát beszéltek a játékosokkal, meg a csapattal, és hát, hogy ők emiatt nagyon magabiztosak voltak a meccs előtt is, mert azt érezték, hogy egyszerűen jó állapotban van a csapat, nyerni fognak, és most a Veszprém kapcsán meg emlékszem, hogy a meccs elején már arról beszélgettek, hogy hát azért voltak furcsa arckifejezések, meg mintha a játékosok egy picit maguk alatt lettek volna, de legyünk pozitívak, és lehet, hogy ez egyfajta ilyen pozitív nyugalom, és az, hogy nem pörgik túl a meccset. Ugye az eredmény azért nem feltétlenül ezt igazolja. Amit egyébként Tom mondott, azzal tökéletesen egyetértek, tök jó kezdett a Veszprém, Casadóban nagyon jól működött a támadójáték. Egyáltalán azt lehetett érezni, hogy amit beszéltük az első meccs után is, hogy azért a Veszprém keret összességében erősebb, minőségibb, és pályára fogják tudni tenni ezt a különbséget. Kapus teljesítményre akartam még egy picit rácsatlakozni, szerintem egyébként korán lesz, meg voltak jó szakaszai, az tény, hogy összességében nem volt kiemelkedő kapus teljesítmény, és főleg az átlövésekkel szemben hatástalanok voltak nagy részt, de például a második fél idő elején, amikor volt a Veszprémnek egy jobb szakasz, abban bizony azért benne volt, hogy korán lesz az icereket tudott védeni, úgyhogy még csak azt sem mondanám, hogy összességében a kapusokon ment el, az tény, hogy ennél a top csapatnak komolyabb kapus teljesítményre van szüksége, de nem feltétlenül ez jelentette a különbséget, hanem tényleg az, hogy a két meccs alapján azt lehetett érezni, hogy ez az Aalborg most jobb állapotban van, jobban felkészült, hogy az első meccsen a beállókkal mattolták a Veszprémet, most
az átlövések működtek iszonyatosan jól, gyakorlatilag nem tudták megfajtolni a lövőket, nagyon későn értek oda, kaposok tehetetlenek voltak. Szélről is egyébként itt jó volt az óvorm, és amit még egyébként felírtam, hogy a hiányzókról beszéljünk, ugye Remini, ahogy Tomi is említette, beteg volt, de vállalta a játékot. Nála mindig kérdés az, hogy mennyit, hogy és miként érdemes játszatni, szerintem ez most nem sikerült igazán jól általán, lehet, hogy a betegsége is benne volt abban, hogy nem volt csúcsformában, de többet töltött a pályán talán, mint kellett volna, és Márkusnak a hiányát viszont szerintem el kell ismerni, hogy az most valóban egy hiány volt, hiszen Vajlupau nem játszott egyébként rosszul, de voltak olyan szakaszok, amikor egyértelműen Landin dominálta az ő párharcokat, és hogyha ezekből az időszakokban lehetett volna cserélni, akkor lehetséges, hogy picit máshogy alakul a meccs, de tényleg sajnos azt kell kimondani, hogy ez most nem apróságokon múlt ez a visszavágó sem, hanem egyértelműen a jobb csapat jutott tovább, és igazából az utolsó 10 percben hát még a csodából lehetett reménykedni, de így visszanézve igazából nem volt már reális az, hogy a Veszprém azt onnan megfordítja. És ha már itt a padot említette, Tomi, és így közvetve azért Martin is említette, hogy mi újság azzal, hogy Remedy mennyit játszik. Amellett, hogy ugye azt elfelejtettük mondani, és talán ezzel kellett volna az egész meccset kezdeni, hogy a padon nem volt ott ugye Sterbi Kárpi, aki a mérkőzés előtt szívrohamot kapott és kórházba szállították, ezért nem is utazott a Veszprémmel Dániába, innen is szeretnénk neki jobbulást kívánni mindannyiunk nevében. Az, hogy cserélgetett Ilics, az látható volt, viszont tulajdonképpen játékpercek tekintetében ugyanaz volt a sztori, például Casado és Remili esetében, mintha egy teljesen hétköznapi átlag BL meccset néztünk volna, csak tulajdonképpen annyi különbséggel, hogy megfordították, Casado kezdett, és egy 10 perc után le is hozták. Tomi, mit gondolsz a padról? Őszintén nem tudom elmondani, hogy azt gondolom, hogy minden edzőnek nagyon nehéz dolga van ez, tehát hogy induljunk ilyen nagyon messziről, tehát tényleg ő van ott edzésen, ő látja, hogy ki hogy dolgozik, milyen dinamikák vannak a csapaton belül, ki kivel illeszkedik, kivel tud együtt játszani. Én azt gondolom, hogy ha 2023. augusztusában beszélgetünk, és megnézzük azokat a cikkeket, amiket az EHF közölt, hogy magasan tényleg a Veszprémnek van az egyik legjobb kerete egész Európában, és mindenki arról beszélt, hogy végre sikerült azokat a lyukakat betömködni posztokon, amik régóta problémát jelentettek, balátlövő, kapus, tehát hogy tényleg azt gondoltuk, hogy egy nagyon komplex, nagyon mély, nagyon sok variációval rendelkező keretet láthatunk, ezt a keretet pedig lenyilatkozták a szedzők, hogy igazából nekik az a fontos, hogy ezt csapattá és egy csapategységé gyúrják. Én ebből szinte semmit nem láttam megvalósulni. Az elején dicsértük, az elején nagyon jól ment, tényleg kezdtek egy magdeburgi győzelemmel, utána egy Barcelona elleni bravúrral, igen, ott becsúszott a GOG elleni fiaskó, de hogy ott még azt gondoltuk, hogy akkor ezek a játékosok, ezek vannak annyira profik, hogy összeszoktak, és minden rendben van. Ehhez képest Remini most lenyilatkozta, hogy nincs meg a kémia. Én azt gondolom, hogy ez csak egy hirtelen valamilyen felindulásból jött kifogás, amit valahogy el kellett fedni. Ettől függetlenül én nem találok benne semmi következetességet. Remili, aki beteg volt, nem ment neki a játék sem az első mérkőzésen, sem a másodikban igazán. 50 percet szerepelt betegen ezen a második meccsen. Kenti Mai ott ült a padon végig, de rendben, nem bíznak Maiban, ezzel nincsen
úgymond probléma, mert lehetett hallani azért ilyen pletykákat, hogy nehezen fegyelmezhető, meg már nagyon sokat beszéltünk róla, de ott van András Nilsson példája. Az az András Nilsson, aki 10 éve van úgy a Veszprém kötelékében, hogy Fabregas megjelenéséig majdnem végig az első számú beálló volt. Tehát akár kijött ide, tényleg Szulicstól, Morástól kezdve, Nilsson az első számú beállónak számított, de mindenképpen támadásban, és az utóbbi években már védekezésben is abszolút egy használható ember volt. Az látszódott, hogy az Alborg felkészült mind Fabregasra, mind Pesmábekre, nem is nagyon tudtak nekik bejátszani. Miért nem lehetett megpróbálni Nilssont egyetlen támadás elejéig sem? Tehát érthetetlenül állok előtte. Tovább megyek, Lukas Sandell, akinél évelején még voltak olyan elszólásai Ilicsnek, hogy még azért ő keresgéli a helyét, de én azt gondolom, hogy ő pontosan az a játékos, aki ezekre a 10 perc negyed órákra nagyon hasznosan tud beszállni, és ami befolyásolhat egy mérkőzés kimenetelét, ez a 10 perc negyed óra, és bejött az első, mind a két meccsen, az első fél időbe beszállt, ugye rövid oldalon, csinált jókat, passzolt, gólpasszokat adott, egy-két gólokat lőtt, 2 percet harcolt ki, és ehhez képest egyik mérkőzésen sem kapott a második fél időben lehetőséget, úgy, hogy egyébként védekezni annyira biztosan tud, mint Omária Hiát. Tehát, hogy és ezeket a dolgokat, illetve mondom még egyszer, a Koszorotov féle előkészítő játék, tehát hogyha van egy 2 méter fölötti lövőm, aki kifejezetten távolról veszélyes, akkor valami olyan játékot teszek, vagy játékos teszek be irányítóba, amelyik elő tudja azt készíteni, hogy ő 9 méterről zavartalanul lőjön. És nem ez történt. És amikor ezekről beszélgetünk, és egy lojális, vagy legalábbis nem lojális, hanem laikus, bocsánat, laikus szemnek, aki ezeket kívülről látja, azt miért nem látja egy olyan szakedző, aki ezt tanulta, akinek ebből a diplomája van, aki ezt csinálja minden nap, napi 2-szer videókat elemez, tehát hogy akkor ezek miért nem jelennek meg a pályán. És lehet itt sok mindent mondani, de én azt gondolom, hogy egy tendencia az sosem hazudik. Tehát hogyha megnézzük, és én ezt a focis példát talán már korábban is említettem, hogy azt gondolom, hogy hosszú távon, akik úgy igazán eredményes edzők tudnak lenni, azok a tapasztalt rutinus edzők közül is azok az igazán nagy nevek, akik megjártak sok csatát, tehát egy Mourinho, egy Guardiola, egy Klopp, egy Ancelotti, tehát hogy, és ez nincs másképp a kézilabdában sem. Megnézzük, Xavi Pascual megkapta ezt a román csapatot, és most Európa Liga 4-es döntőt játszik, és nem tudhatjuk, hogy mi lett volna, ha most is a Bajnokok Ligájában tevékenykedik. Ott van Carlos Ortega, akit ugye annó elzavartak Veszprémből, megint csak ilyen vitatott körülmények között, azóta minden helyen, ahol megfordult, sikereket ér el a csapatával, de ilyen Dusan Bajović, aki egy ilyen olyan kijelcével sikerült el vergődnie majdnem a Final Four-ig, ahol rengeteg sérült van, és sorolhatnám tovább, tehát tényleg az ilyen rutinos edzők, amikor van egy ilyen A keret, egy ilyen topligás világsztárokból felálló keret, akkor amellé a keret mellé nem rendelhetsz egy olyan edzőt, akinek nincsen ebben tapasztalata. Amikor 3 évvel ezelőtt ugye elkezdődött az a fajta projekt, ami végül nem valósult meg, és azt mondták, hogy fiatalok beépítése, akkor az a fajta kabát, az megfelelő egy olyan emberre, aki az utánpótlásból érkezett, jobban megérti őket, jobban be tudja építeni, ismeri őket, de amikor időközben átalakult ez a projekt, mert hogy Veszprémben mégiscsak a marketing érték, a sportdiplomácia és egyéb dolgok miatt mégis úgy gondolták, hogy elkezdenek sztárokat igazolni, és megváltozott az irány, ami most valakinek vagy tetszik, vagy nem, ebben lehetne vitatkozni órákon keresztül, de akkor már kiderült viszonylag hamar a második év után, hogy ez a kabát nagy lesz erre a két edzőre, és akkor én úgy tudom,
nyilván ez megbízható forrásból érkező információ, hogy akkor már volt próbálkozás arra, hogy esetleg ebben is legyen egy koncepcióváltás, tehát a padon ezt valamilyen módon elvetették. Erről hagyom, hogy később kibontakozzanak a szálak, de alapvetően azt gondolom, hogy ott már elkövettek egy hibát, és akkor most majd beszélhetünk egy picit arról néhány percben, hogy egyébként ennek szerintetek a jövőben hogy kellene kinéznie, vagy ti mit gondoltok arról, hogy ezek, amiket az előbb elmondtam, csak és kizárólag mondjuk ezekről a mérkőzésekről, ez szerintetek egy olyan hiba, ami én azt gondolom, hogy sztárcsapatokról beszélünk Aalborg személyében is, meg Veszprémben is, de hogy a kettőjük közötti különbséget, azt a 15-20%-ot, amit egy edző hozzá tehet, az jelenleg, és már előtte is szerintem mindig a másik edző javára billent el, akár a Magdeburg ellen Bennett Wigert felé, akár itt most Madsen felé, tehát hogy az edző, aki tudott reagálni arra, meg tudta lepni a Veszprémet olyan játékkal, az szerintem edzői kérdést vet fel nektek. Mi a véleményetek erről? Azt mondta, egyébként pont ezt írtam fel én is magamnak, hogy az volt az ember érzése sokszor az elmúlt 3 évben, hogy Ilicset dominálják az ellenfél edzői. Tehát amikor azt érzed, hogy egész egyszerűen a másik edző diktálja a tempót, és ő az, aki mindig reagál, és arra ad valamilyen reakciót a Veszprémi pad, de arra megint van reakciója a másik oldalnak. Tehát, hogy egész egyszerűen, ugye ez az edzői szakma is olyan azért, hogy nagyon tehát nagyon ritka, hogy valaki edzőzseninek születik olyan értelemben, hogy rögtön, ahogy nem tudom, kilép az EHF különböző képzéseiről, akkor már így tud mindent a szakma csinyáról, binyáról. Azért ezt többségében úgy szokott kinézni, hogy az edzők szépen lassan tapasztalattal lesznek azok, akik nyilván ilyen meg lehet említeni akár a kortárs példák közül Filip Jihát, aki gyakorlatilag egyből B-et nyert a Kille, de hát azért ugye azóta az ő munkáját is sok kritika éri, és vele kapcsolatban is azért elhangzik az, hogy milyen szituációkat old meg rosszul. Úgyhogy szerintem az önmagában egy kérdés, hogy a Veszprémnek, hogyha ilyen célokért küzd, akkor lehet-e pályakezdő edzője ez, és ez, amit Tomi is mondott. Másrészt meg tényleg az ember érzése, hogy ez a keret egyszerűen annyira jó, hogyha emögé egy játékrendszer rendesen oda lenne téve, itt szép magyarsággal, akkor gyakorlatilag a többi csapat, nem azt mondom, hogy esélytelen lenne, de nagyon nehéz lenne megfogni ezt a Veszprémet. Tehát, hogy itt a keretből olyan előnyök fakadnak, amit egy jó edző ki tudna aknázni. Az, hogy most mi lesz, ugye az egy nagyon bonyolult kérdés, nem tudom, mennyire megyünk majd bele. Vannak itt különböző információk azzal kapcsolatban, hogy a klubvezetés is, az edzők és a sportigazgató között milyen viszonyok vannak. De a lényeg az szerintem, hogy itt azért májusban ez egy borzasztó nehéz szituáció, akármelyik oldal mellett teszik le végül a voksukat. Akkor is, hogyha egyébként új edző lesz, hiszen azért akármennyire is rutinos jó szakemberek érkeznek, nem egyszerű helyzetben kell átvenni a csapatot, a jövő évi keretben már nem tudnak beleszólni, még akkor is, hogy nyilván ez a keret azért olyan, amivel gyakorlatilag bármelyik edző szívesen dolgozna, de azért általában meg szokott lenni minden edzőnek az az egy-két poszt, az az egy-két játékos, akit azért szívesen kicserélne, ha új helyre megy. És hát egyébként meg hát a Veszprémi pad az elmúlt években akárhogy is nem volt egy életbiztosítás, tehát itt azért gyorsan jöttek a váltások, ugye most azért Ilicsek végigcsináltak, vagy hát majdnem végigcsináltak eddig 3 szezon, előtte ugye azért Davis gyorsabban távozott, Sabate gyorsabban távozott, Ryan gyorsabban távozott, tehát hogy az elmúlt években azért nem azt szokhattuk meg, hogy egy dinasztiák épülnek Veszprémben, úgyhogy ilyen szempontból is ez egy nagyon-nagyon bonyolult kérdés, és nagyon-nagyon nehéz jó döntést hozni. De az tény, hogy a Veszprém a magyar kézilabdának az egyik egyértelmű csúcsprojektje, tehát hogy itt azért annak tényleg nagyon komoly következményei és tétjei vannak, hogy milyen döntés fog születni, mert gyakorlatilag azt láthatjuk, hogy a sportág magáról alkotott képébe bele van az kalkulálva, hogy a Veszprém évről évről ott van a Final Four-ban. Ugye ezt is fontos elmondani, hogy mióta a Veszprém először bejutott a Final Four-ba, most fordul elő először, hogy zsinórban 2 szezon kimarad. Ugye egy-egy szezon korábban is kimaradozgatott, de olyan eddig nem történt azóta, hogy egymástól 2 alkalommal nincsenek ott, és tényleg, ha lehet azt mondani, az egyik legerősebb kerettel.
Úgyhogy hát biztos, hogy most mindenkinek ott a Bakony környékén hosszú napjai vannak játékosostól, edzőstől, szakvezetőstől, klubvezetőstől. Én itt egy kicsit tovább mennék az edző kérdésben, hogy ha új edző, akkor ki? Ugye, Tomi, mondtad, Xavi Pascalt említetted már. Ő nyilván egy olyan választás lehetne, aki a Veszprémben már bevált spanyol iskola tagja, úgyhogy ő lehetne egy ilyen opció. Viszont fölmerültek itt olyan nevek is, olyan nevekkel is dobálóznak, mint ugye az ellenfél edzője Stefan Madsen, aki ugye távozik az Aalborgtól, és ugye nem kéne kivásárolni, nem kéne kivásárlási árat fizetni érte. Viszont ugye, hogyha azt nézzük, Stefan Madsen annyira nem illik szakmailag ebbe a csapatba, ehhez a kerethez nem biztos, hogy az ő stílusa, az ő habitusa, illetve az ő korábbi szakmai előmenetele illene, mint ahogy egyébként talán a harmadik olyan edző, aki megugorhatná ezt a Veszprém szintet, sőt, hát tulajdonképpen az egyetlen olyan edző marad, akit még nem említettünk, és szabad lenne a nyártól, az Patrice Kanaé, viszont valamilyen szinten Kanaé az, aki mellett pro és kontra is szólhatnak érvek. Ugye egyrészt, amit Madsennel kapcsolatban elmondtam, szerintem az igaz Kanaéra is, hogy neki sem az a profilja, hogy egy világválogatottat átvegyen, és ezt is tápolgassa, és abból hozza ki azt, ami a legjobb, hanem hogy önmagától felépítsen egy-egy csapatot, egy-egy játékost, egy-egy játékrendszert. Viszont az lehetne egy előnye Kanájénak, hogy talán a francia játékosokkal egy kicsit jobban meg tudja értetni magát, egy kicsit jobban tud rájuk hatni. Ugye itt nagyon nagy egókról beszélünk azért Remili és Fabregas esetében főleg. Itt azért szükség van egy karizmatikus edzőre. Erről mit gondoltok? Valóban, egyébként a Kanei Fletyka régebben is felmerült, hogy inkább nem is Fletykának mondanám ezt, hanem így felmerült opcióként, hogy mi lenne, ha. És én azt gondolom, hogy itt tényleg az a kettőség van, amit te is mondasz, hogy egyrészt egy kiváló edzőről van szó, aki egyébként remek abban, hogy felépítsen egy klubot, de épp ezért valószínűleg ehhez a kerethez jelenleg nem egy ilyen személyre lenne szükség. Xavi Pascal minden bizonyal tökéletes választás lenne, ugye őt tartották sokan a legvalószínűbbnek, ő abszolút illene hozzá, ugye volt játékosaival, a közeg is tulajdonképpen majd, hogy nem ismerős neki, tehát azt abszolút el tudnám képzelni. Igazából őt tartom a legreálisabb megoldásnak, de hát az óriási kérdés, hogy egyrészt ő milyen feltételekkel is hogy tudna jönni, másrészt meg hogy gondolkodnak-e benne a vezetők is. Ugye itt Ilicsék kapcsán kerülgetjük azt, de egyébként ez annyit elmondhatunk, a Sport TV-ben is elhangzott, úgyhogy ez ilyen szempontból nyilvános, hogy közel voltak velük a megállapodáshoz a párharcot megelőzően, tehát alapvetően az volt terv, hogyha a Veszprém bejut a Final Four-ba, akkor ők szerződés hosszabbítást kaptak volna. Nyilván így most azért ez egy bonyolultabb szituáció, de el tudom képzelni egyébként, hogy végül ők fognak maradni. Az más kérdés, hogy akkor a keretben a hírek szerint szintén sokan a távozás mellett döntenek, vagyis hát kitöltik a jelenlegi szerződéseket, de újat már nem kötnek. Másrészt meg hát a klubban belül is, illetve a szurkolótávon belül is azért egyre erőteljesebb az ellenőrzés a jelenleg is távban kapcsolatban, úgyhogy az egy komoly feladat lenne, hogy ezt valahogy megoldani a következő szezon elejére. Igen, és az is egy kérdés lesz, és igazából most ez a legbonyolultabb jelleg a Veszprémnél, és ugye, hogyha valaki tájékozódik akár a közösségi médiában, hogy tulajdonképpen ennek a végső döntését ki fogja meghozni, mert hogy jelenleg ez a legnagyobb kérdés hosszú távon. Tehát jelenleg volt egy
egy felépítése, egy szakmai, egy struktúrája, egy organigramja ennek a klubnak, amelyben bizonyos emberek hozták ezeket a szakmai döntéseket. Ez időközben információink szerint változott, és valóban, ahogy Martin is mondta, szakmailag abszolút megalapozott döntés lenne Xavi Pascual elhozatala. Ennek a lehetősége adott mindenféle olyan jogi és anyagi háttér az megoldható lenne. Nem is óriási kivásárlási árokról beszélgetek, hanem ennél egy jóval egyszerűbb történetről. De ha ez felülíródik, az szembe megy mindenféle logikus és észérvel, hiszen azt, ha Ilicsék maradnak, és valóban a most történtek miatt azért meging a bizalom a játékosok részéről, az edzőben az szerintem sosem egy jó ómen, hiszen az ugye a kémiát teszi tönkre, az meg sosem szült eddig szerintem jó eredményt, ha pedig ezek a játékosok is távoznak, akkor azért elég nehéz lesz abba a fajta, nem is tudom, talán polcnak hívnám, oda visszakapaszkodni a Veszprémnek, amit az elmúlt 10 évben nagyon, nagyon kemény munkával felépítettek. Tehát elindult egyszer egy éra, aminek a következménye lett az, amit a Martin is mondott, hogy ők folyamatosan Final Four, vagy legalábbis Final Four közeli helyen voltak mindig előre borítékolhatóan, és hogyha ebből egy klub kiesik, az nagyon-nagyon fontos és nagyon-nagyon fajsúlyos következményekkel jár, mind sportdiplomácia, tehát szabadkártya, világversenyek megrendezése, Final Four-ok bármilyen szinten, tehát hogy és ez az, amit végig kell gondolnia minden ebben résztvevő kollégának, tulajdonosnak, vezetőnek, hogy amikor ezt mérlegelik, akkor ilyen kérdéseket feszegetnek a jövőben mutatóan. Úgyhogy kíváncsian várjuk a fejleményeket, ha minden igaz, akkor ez napokon belül megtörténik, úgyhogy kíváncsiak vagyunk, és igen, itt a kollégáim erősen írják, hogy lenne itt egy jelentkező még erre a pozícióra, egy optimális jelölt, főnökünk, vezetőnk, vezérünk, Selei Zoltán méltán híres szakedző, úgyhogy hogyha esetleg a Veszprémi vezetők figyelmébe ajánlhatnám, akkor ő egy potenciális jelölt. Ja, hát az ő kivásárlására sokkal kedvezőbb, mint az előbb említett úriembereké, és abba akár mi is szívesen hozzájárunk. Igen, ugye nyilván azért, hogy addig sem minket keserít, még amíg tartja az edzéseket. Igen, lesz-e ideje kiutalni a fizetésünket? Örülök, hogy azért ilyen vidáman tudtuk zárni ezt a beszélgetést, annak ellenére, hogy azért itt elég szomorú dolgokról volt szó a Veszprém kapcsán, de nézzünk előre, a Final Four sorsolása kedden megtörténik, ugye együtt a női Final Four sorsolásával Budapesten a Sport TV stúdiójában fog megtörténni. A 4 csapat még egyszer az Aalborg, a Magdeburg, a Kiel és a Barca, az Európa Ligában pedig majd a Dinamónak szurkolhatunk Prosta Miklósért. Srácok, köszönöm szépen a szakértést, illetve az edzői ajánlásokat. A hallgatóknak pedig nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak minket, kövessetek minket Instagramon, Facebookon, olvassátok a cikkeinket, és jelentkezünk még nektek majd női adással is, illetve még a férfi Final Four előtt is jelentkezünk. Sziasztok! Köszönjük szépen, sziasztok! Köszönjük szépen! Sziasztok!